mindenkinek, üdv ismét a csatornámon! A mai videóban ismét ruhákat fogok megmutatni szokásos módon, semmi újdonság nem lesz az eddigi sínes videókhoz képest. 12 ruha van itt, és mint már mondtam, síntől rendeltem ezeket a ruhákat. Fogjátok látni a ruhákat rajtam, a modellen, és így is megmutogatom őket, úgyhogy akit érdekel ez a ruhás videó, az ne menjen sehova. Kezdjük először a fontosabb információkkal. A Shein webshoptól én már nagyon sokszor rendeltem, azt gondolom, hogy árérték arányban jó dolgokat lehet onnan beszerezni. Ami nekem tapasztalatom, hogy nadrágokat annyira nem, de például szoknyák, ruhák és kabátok azok eddig mindegyik nagyon bevált, amit onnan rendeltem, szóval szerintem inkább azok között érdemes keresgélni. Jó, mondjuk táskát, cipőt, fehér neműt még nem rendeltem onnan, szóval arról nem tudok semmit. Azt gondolom, hogy ezek Kínában készülnek, onnan érkeznek a ruhák, de mondom, a ruhák, szoknyák, kabátok, azok árértékarányban szerintem jók. Én hordom a legtöbb ruhát, amit onnan rendeltem. Egy-két nadrág van, amit elajándékoztam, vagy nem hordom egyáltalán, mert azok nem lettek jók. Úgyhogy szerintem érdemes körülnézni. $50 felett ingyenes a szállítás, és akkor így jegyezném meg, hogy van egy kuponkódom számotokra, aki szeretne rendelni, ez a Glamify 10, de be fogom tenni az infoboxba, ez 10% kedvezményre jogosít $60 feletti rendelés esetén. Ami még hasznos lehet, ha onnan vásároltok, mindig nézzétek meg a review-kat, tehát a visszajelzéseket, amiket ugye mások küldenek be, hogy nekik mennyire vált be az adott ruhadarab, túl nagy, túl kicsi, túl szűk, nem nyúlik, bla bla bla. Ezekből azért elég sok információt le lehet szűrni, és lehet következtetni, hogy az adott ruhadarab jó lesz-e számodra, avagy sem. Én 163 centi vagyok, jelenleg 48 kiló, tehát én elég pici vagyok, általában XS-es és S-es darabokat szoktam rendelni, például kabátokból mindig XS-eset rendelek, szoknyákból mondjuk S-eset, és felsőbből meg szintén vagy S vagy XS, de szerintem nem is húzom tovább a szót, akkor vágjunk is bele. Én nem vagyok egy fashion expert, tehát nem annyira követem a divatot, csak úgy, ami ragad rám, de amennyire én tudom, 2019-ben van két olyan divat irányzat, ami most így felkapott, és az egyik ilyen a kígyóbőr minta, úgyhogy én ezen felbuzdulva rendeltem egy kígyóbőr mintás szoknyát, már csak amiatt is, mert egyébként én nagyon szeretem a kígyóbőr mintát, semmilyen más állatmintát nem szoktam felvenni, tehát se párduc, se tigris, semmi ilyesmi, semmilyen macska, de a kígyóbőr azt tetszik, szerintem az egy picit egyébként talán elegánsabb is, vagy exkluzívabb, mint a többi állatminta, és hát igazából megtetszett ez a szoknya, nem akartam barnát, ez a fekete-fehér, ez nekem jobban tetszik, és ez egy ilyen picit szaténosabb, fényesebb anyag, minimálisan nyúlik, ez egy SS méret, és hátul zsebes, elől gombos és cipzáros, látjátok, mély szoknya, és látjátok a modellen is, látjátok rajtam is, örülök neki, nem bántam meg, biztos, hogy fogom hordani, szerintem télen-nyáron, mert szerintem ez egy olyan darab, ami kb. Univerzális, évszaktól függetlenül bármikor fel lehet venni, kiegészítőktől függ, hogy ugye éppen hogy viseled, szóval ő az első, tetszik. A második legyen egy felső. Én most próbáltam így tavaszra rendelni, inkább tavaszra-nyárra ruhákat, és ott meg kellett állapítsam, hogy most már jól betárasztam pulóverekből, de jön a jó idő, és ilyen sima, egyszerű felsőm, egyszerű, szinte egyáltalán nincs, mert vagy kinyúltak, vagy kifakultak, hát régen vásároltam magamnak, eleve ugye gyerekkel eljutni, ruhát vásárolni magadnak, az egy mission impossible, úgyhogy már csak emiatt is jók ezek a rendelős oldalak. Úgyhogy jön a következő, ami egy felső, nekem nagyon megtetszett a szabása, tehát ez úgy néz ki, hogy így. Tehát ki van itt a vállad? Így néz ki a felső. Ez egy sima, fehér, itt dupla anyagú, próbálom úgy tartani, hogy ne vibráljon hátul az égősor, mert tudom, hogy ez zavaró. Szóval ez egy ilyen bordázott anyag. Picit nyúlós, pamut anyag, semmi extra, igazából a szabásában van az extra. Biztos, hogy fogom hordani, hát ugye pár nélküli melltartóval nyilván, hát melltartó nélkül én inkább nem, de egyébként még az is lehetséges, mert szerintem ez a rész pont ezt a részt
ezt a részt akarja, úgyhogy ezt is nagyon fogom szeretni szerintem. Ez egy XS-es méret. Így is van. Ez egy XS-es méret, és szerintem, mivel én imádom a fehér színt, meg szerintem egyébként az is univerzális, tehát azt tényleg bármihez fel tudod venni. A következő az egy ilyen munkába járós felső, ezt a hugom választotta magának. Minden ilyen rendelésnél úgy vagyok vele, hogy támogatom őt is, és rendelek neki is valamit, amit ő kiválaszthat. Tehát ez egy ilyen visszafogott, egészen konszolidált, sima, fekete, ujye ilyen muszlim ujjú, gyöngyös felső. Hátul itt van egy kis gomb a nyakánál, itt hátul. Semmi extra, ez egy viszonylag bővebb fazon, tehát én mondjuk nadrágba behúzva hordanám. Túl sok mindent nem tudok róla mondani, ez egy SS méret, nem volt drága, és hát működik. Szerintem felvéve egyébként extrább, mint így a válfán, tehát úgy sokkal mutatósabb, de mondjuk ez szinte mindenre igaz. Úgyhogy ő a harmadik, menjünk is tovább. A következő ruhadarab egy tűzpiros ingruha, azt hiszem így hívják ezeket. Tehát ez ugye itt végig gombos, itt meg van egy öv, meg hát ugye végig gombolod, karcsúsított, és ilyen nagyon érdekes a szoknyája, hát nem tudom bemutatni nektek, de ilyen érdekesen van szabva. De mindegy, úgy is látjátok a kis felvételeken. Ugye, mint mondtam, ugye ez ilyen ing-szerű ujja van, van hozzá egy fekete öv, de szerintem én ezt nem fogom hordani, mert az kicsit ilyen gagyi. De a ruha azt tetszik. Ez egy viszonylag vékony anyag, de ettől függetlenül szerintem ez is olyan, amit télen csizmával, mondjuk ha egy atlétát alá veszel, nyáron pedig egy szép magas sarkú cipővel vagy szandával, szerintem tök jó. És ilyen, hát ezt is el tudom képzelni munkahelyre is, de egy étterembe, színházba, viszonylag univerzális szerintem ez a ruha is, és most már többet nem mondom ki ezt a szót, mert már háromszor mondtam. Jó, szóval ő a, nem tudom, negyedik, és tetszik, ja, és ez is egy XS-es méret. A következő akkor megint egy felső, szintén ugye tavaszra, én nagyon szeretem a pasztel színeket, szeretem a fehéret, a szürkét, a krémszínt is, és szeretem a rózsaszínt is. Ez egy ilyen nagyon érdekes anyag, mert kicsit ilyen csillogó, hát itt most nem annyira látjátok, de egy picit csillámos az anyag. Eléggé átlátszó, ilyen gombos itt hátul a nyakánál, és hát ezt is vagy egy övvel, vagy belehúzva a farmerbe tudnám elképzelni, ugye ilyen bugyos ujja van. Tetszik igazából, biztos, hogy fogom viselni, mert szerintem ez egy ilyen kis légies darab, ami tavaszra tök jó mutatós, mert ilyen extra az anyaga, de egyszerű a szabása, ugye a színe is ugye egyszínű, tehát szerintem én szeretem az ilyen darabokat, amiben van valami extra, de alapvetően egy ilyen nagyon visszafogott, konszolidált darab. Hát mondjuk nem tudom, ez mennyire konszolidált, de értsétek jól. Úgyhogy önnek is örülök, azt hiszem, hogy ez SS, de nyilván nem... Ez XS-es. Igen, hát majdnem sikerült. Igen, szerintem most inkább XS-es darabokat rendeltem, mert eléggé pici lettem, összementem, úgyhogy XS-es, és örülök neki, úgyhogy... A következő akkor megint egy szoknya, sima, egyszerű, fekete műbőr szoknya. Vannak nekem fekete műbőr szoknyáim, de valahogy mindegyikkel van valami bajom. Tehát vagy túl vastag, vagy túl szűk, vagy túl bő, vagy túl hosszú, szóval próbáltam keresni egy olyat, ami úgy minden szempontból ideális. És igazából nem lőttem mellé, tehát ennek jó a hossza, jó a fazonja, és minden megfelelő. Egyetlen egy dolog nem tetszik benne, ami szerintem egy kicsit gagyivá teszi, mutatom, hogy ez itt konkrétan csak el van vágva. És ráadásul annyira nem is szépen, tehát ha most megnézitek itt, azért látjátok. Itt. Hát ezért nem volt túl biztos keze a szabónak. Hát meg itt is látszik, hogy ez így. Így. Jó, ettől függetlenül simán fel fogom menni egy esti buliba, mert ott senki nem fogja nézni, hogy hogy van elszegve a szoknyám alja. Meg nem gáz, csak én mondjuk meglepődtem. Tehát azért egy ilyet még én is el tudok készíteni. Úgyhogy
ez azért szó-szó, S-es méret egyébként. Minden szempontból jó, ezt az egy dolgot kivéve, úgyhogy végül is ezzel is elégedett vagyok, fogom viselni. Nem sokszor, de fogom. A következő akkor legyen egy kabát. Ezen megakadt a szemem. Átmeneti kabát, róla van szó, S-es méret. És amit legutóbb felraktam Instagramra fotót magamról, ahol a Hősök terén vagyok, ez a kabát volt rajtam. Ez egy ilyen nagyon érdekes anyag, nem tudom mi a neve, de ez igazából csak így szintén csak meg van vágva, és ugye ilyen, hát egy picit vastag, de ugye nem bélelt anyag. Nagyon tetszik ez a szürke rózsaszín-szín kombináció, ezt ugye én mind a kettőt szeretem. És hát mondjuk itt egy picit érdekes itt ez a rész, tehát azért ez lehetne itt szebb, de nem mondom, hogy gáz, csak hát látjátok. És zsebes, mindent láttok, tehát nagyon sok dolgot nem tudok róla elmondani, én nagyon örülök neki, mert nagyon tetszik egyébként ez a picit bővebb fazon, ezek a színek, jó ez az anyag is, nem túl meleg, de mondjuk egy ilyen hidegszeles 10 fokban ebben fáznátok. Én fáztam, mikor ez rajtam volt, pedig pulcsi volt rajtam. Szóval ő is van, és ez nagyon like, még a kis hibáitól eltekintve is, mert szerintem ez sportcipővel, tehát egy ilyen sportosabb outfittel, de akár egy bokacsizmával is, világosabb, akár sötétebb, egyéb ruhadarabokkal, szerintem ez is nagyon jó, és nem mondom ki ezt a szót, de értitek. Akkor, ha már tavasz, akkor muszáj beszerezni egy virágos felsőt. Íme. Ez egy ilyen, nem is tudom milyennek az anyagnak a neve. Nem krep, de nem az a puha anyag, hanem picit ilyen, hát egy nagyon picit durvább, de vékony anyag. Ilyen az ujja, de úgy is látjátok a kis videón. Ez is egy XS-es darab, picit bővebb fazon. Én nagyon szeretem a virág mintát. Persze módjával, és tetszik ez a végkivágás is. Igazából szerintem ezt fogom szeretni, mert nem az a nagyon felfeszülős, kényelmes viselni, elég lenge, nem igazán tudsz vele izzadni. Ez is egy XS-es méret, és tetszik a mintája, és azt hiszem többet nem tudok róla mondani, úgyhogy szuper. Azt hiszem ideje izgalmasabb vízekre eveznünk. Na itt ez a nagyon retro ruha. Igazából ugyanígy nézett ki a modellen is, szóval nem csalódtam, de mikor így megláttam élőben, meg így felpróbáltam, akkor azért úgy eszembe jutottak értsétek jól eszembe jutottak, a 80-as évek, azt hiszem, talán, de azért ebben nem vagyok annyira jó. Szóval ez egy elég retro stílusú ruha, ez a fémes hatású, de szerintem ezek mindig visszajönnek divatba, tehát ha most éppen nem divat, akkor tud, hogy divat lesz 5 vagy 10 év múlva, és remélhetőleg kb. Ugyanígy fog kinézni. Ez a ruha is olyan, hogy a szabás az semmi extra, se nem túl mélyen dekoltált, se nem túl rövid, ahhoz, hogy mondjuk túl-túl szexi legyen, hanem maga az anyag az, ami ugye egy kicsit így extrábbá teszi. Ez is egy XS-es méret, jó méretben, de azért lehetne egy nagyon picit passzosabb, de úgy is látjátok a kis videón, mondjuk én most mondom 48 kg vagyok, szóval valószínűleg amiatt van. Nem nagyon tudok róla rosszat mondani, hátul egyébként cipzáros, az a jó ebben a részben, hogy nem kell behúzni a hasadat, mert ugye ez egy picit itt eltakarja elől. Szerintem jó, szerintem fogom hordani, még nem tudom hova, mert azért egy sima esti programhoz kicsit soknak érzem, de egy buliba biztos, hogy fel fogom majd valamikor venni egy jó kis magas sarkú szandival, vagy ilyesmi, úgyhogy ő is van. És akkor jöjjön egy újabb fashion trend, most így az idei évre, és ez pedig a neon szín. Ezt is csak úgy valahonnan rám ragadt. Remélem, hogy nem mondok hülyeséget, de úgy tudom, hogy a neon színek most. Lehet, hogy Kim Kardashian óta, mert hogy ő nála láttam ilyen színeket, mármint ő viselt. Úgyhogy én is beszereztem egy ilyen hű, de nagyon neonzöld felsőt, ami egyébként garbó, nem tudom miért garbót rendeltem így tavaszra, de végül is még egy hidegebb, szeles napos napon szerintem jó lehet. Egyelőre nem vagyok bele szerelmes. De az biztos, hogy érdekes. Tehát, hogy felveszem, és úgy, wow. Tehát igen, ez a wow hatás. De szerintem nyilván csak a színnek köszönhetően. Az anyag egy ilyen sima, stretches pamut anyag. Nem túl vastag, nem túl vékony, szerintem pont jó. Fogom hordani,
Azt hiszem, többet nem tudok róla mondani, XS-es méret, úgyis látjátok a kis videón, úgyhogy őnek is örülök. Majd nagyon trendinek fogom érezni magam benne, ha egyszer felveszem. Igen. Akkor jön egy kabát, és bármi meglepő, ez is rózsaszín. Ez egy sima, egyszerű szövetkabát. Viszonylag egyenes szabású, pici karcsúsítás van benne, dupla gombos, de látjátok a kis videón, selyembélés van benne, XS-es méret, ugye ez egy ilyen púder rózsaszín, mondjuk így picit májvás, nem túl világos színű kabát, hátul nincs felslitzelve, ugye itt is gombos, ez nem tudom, miért van ki gombolva egyébként, vagy be kell gombolnom. Látjátok, szerintem jó minőségű, tehát kifejezetten jó minőségűnek tartom ezt a kabátot, nem volt túl drága ez sem, egyébként egyik ruhadarab sem. Most még szerintem hűvösebb napokon ezt egy darabig fogom idén hordani, mármint tavasszal, meg aztán ősszel nagyon, ugye én nagyon szeretem ezt a színt, ez kb. Egyébként univerzális is mindenkinek, megint kimondtam, mindenkinek jól áll ez a szín, szerintem. Úgyhogy ő is like. És akkor az utolsó ruhadarab a nagy duralás, ami biztos vagy benne, hogy sokatoknak nagyon fog tetszeni, és sokatoknak meg nagyon nem. Ez egy flitteres rose gold, azaz rózsa-arany színű ruha. Viszonylag hosszú, tehát ilyen térdig érő, látjátok a kis videón. Ilyen könyökig érő ujja van, szűk, fel van slitzelve a combjánál. Nem nagyon tudom megmutatni, ott látjátok, fel van slitzelve a combjánál. Ugye van egy ilyen belső puha anyag, tehát nem ez a flitter érintkezik ugye a bőröddel. Nem nagyon látok benne semmi hibát. Talán itt egy picit a varrás lehetne szebb. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, szerintem semennyire. Itt van egy-két szál, amit lehetett volna egy picit jobban eldolgozni, de szerintem ezt senki nem veszi észre. Úgyhogy ő az utolsó darab, XS-es méret, ezzel is egyébként az van, hogy egy picit lehetne szűkebb. Tehát nekem ott a derekamnál egy nagyon picit bő, minimálisan tényleg, úgyhogy ezért vettem fel egy övvel a kis videón, hogy az ott szépen rá feszüljön a derekamra. Meg hát igazából rá kellett jönnöm, hogy na még egy hibát felfedeztem, itt kilóg egy szál. Rá kellett jönnöm, hogy én túl alacsony vagyok a térdig érő ruhákhoz, tehát egy picit összenyom. Ráadásul nekem az alsó lábszárom egy picit görbe, úgyhogy ami pont térdig ér, az ott egy kicsit ki is emeli, meg a vastag térdemet. De hát végülis le lehet belőle vágatni, bár akkor nem tudom, hogy ez a sliccelés, ez lehet, hogy egyébként pont ideig levágatnám, és akkor egy ilyen extra mini szilveszteri ruhát kapok, majd meglátom. Egyébként tetszik, örülök neki, valahova fel fogom menni. Sanszos, hogy majd csak szilveszterkor, mert azért ezt a flitteres ruhát így máshova, hát vagy nem tudom, valami modern bába, vagy fogalmam sincs, hogy hova tudnám még. Jó. Oké, ennyi ruha érkezett most. Mindegyikkel elégedett vagyok. Tehát igazából az utóbbi időben, mikor rendelgettem a Shein-től, mindig volt egy vagy kettő olyan, amire mondtam, hogy hát ezt nem fogom hordani. Na, ezek mindegyike olyan, amit fogok majd viselni, ha más nem, akkor csak egyszer, de biztos, hogy fogom. Úgyhogy nagyon örülök ennek a mostani rendelésnek, remélem, hogy nektek is tetszenek a ruhák. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. A fontosabb infókat ugye elmondtam a videó elején, illetve minden ruhához berakom a linkeket az infoboxba, a kuponkóddal együtt. Szóval ennyi fért a mai videóba, ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, megtaláltok ezen kívül a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a Snapchaten is, glamify.hu néven, hamarosan babás vagy baba témás videóval jelentkezem ismét. Puszi mindenkinek, sziasztok!